Szeptemberben a levelek éppen elmenőben vannak, a hallgatók meg éppen jönnek. András István nyitotta meg az intézmény sajtótájékoztatóját. A rendezvényen szó esett a 2016-2017-es tanév legfontosabb tudnivalóiról. A rektor szerint azonban a legfontosabb, hogy az egyetem népszerűbb lett a hallgatók körében. Az előző évekhez képest 12%-kal nőtt a felvételt nyert tanulók létszáma. Mind a rendes felvételi eljárásban, mind a pótfelvételi eljárásban egy nagyon sikeres éven vagyunk túl. Az intézményünk az népszerűbb lett, mint az eddigi években volt. Egy folyamatos népszerűség javulás figyelhető meg, és azt gondoljuk, hogy ezt a pótfelvétel is markánsan visszajelzi. Rajcsányi Molnár Mónika oktatási és általános rektor helyettes a külföldi hallgatók létszámának alakulásáról beszélt. Kiemelte, az egyetemen nincsen olyan szak, amelyet a diákok ne tanulhatnának angol nyelven. Ez, valamint a kiszélesített képzési paletta is hozzájárul ahhoz, hogy az idén mintegy 200 külföldi diák tanulhat az egyetemen. Gyakorlatilag most már az összes egyetem, az egyetem által magyar nyelven hirdetett szakot hirdetjük angol nyelven is, tehát alap- és mesterszakokat, de ezen túlmenően egy előkészítő angol nyelvi előkészítő képzést is kínálunk a hallgatók számára, illetve úgynevezett final year képzéseket is. Az eseményen részt vett Palotás Béla, a tudományos és kutatási rektorhelyettes a 33. országos tudományos diákköri konferenciáról beszélt, amelynek 2017 tavaszán a Dunaújvárosi Egyetem ad otthont. 60 szekcióban hangzanak el előadások, durván 600-700 előadás fog elhangzani. A 2016-2017-es tanév szeptember 5-én kezdődik a Dunaújvárosi Egyetemen. Az intézményben csaknem 500 elsőéves hallgató kezdi el felsőoktatási tanulmányait.